Mindenki. Márhaba. Fészek színház, csácsami csákolacsinta. Márhaba. Szeretném, ha együttműködően visszatartanánk ezt a Attilát, hogy ne menjen el Izlandra. Van valakinek valamilyen ötlete? Ha igen, akkor játssza is el. Igen, Misi? Ne foglaljuk a tasszíját. Na, lássuk. Hova akar menni, uram? Kérem szépen, ha feljegyül ebből a téren, minél gyorsabban. Lerobbant a kocsi, meg lezárták a csernyákuk a környéket. Menjen, gyalog! Rohadt jó. Ja. Jó. De jó, az jó. Okay. Alice, szerinted milyen lesz idén? Jó, szerintem. Albin, szerinted mi lesz idén a legnagyobb akid? Hát, szerintem az, hogy megint improvizálunk. Miért? Nem jó itt neki? Miért lenne jó neki? Egy rogás rossz arc között? Érdekli is őt ez az egész, így több minket aztán hali. Biztos, hogy szép lányok lesznek, aztán bulizni fogunk. Amúgy jó lesz ez az év. Észmegállt. Főleg veled, Attila. Nem fogod unni? Nem. Jó veled lenni itt, szép darabba. Meg te is. De is. Szerinted, elmegy Attila, lesz még ez a csoport? Nem tudom. Nem hiszem. Szemétség! Az. De jókat mondod. Éljen meg. Teljesen. Mesélj, milyen akcióra készülsz idén? Most hát én még úgy nem tudom. De szerintem nagyon jó lesz, amit már ez az új darab, amit majd írtál. Szerintem ez nagyon jó lesz. De én a Micsikével fogok logni, és mindig gágyizni fogunk. Annyi szem. Messze. Tehát én szerintem nagyon jó lesz. Zavar. Őszintén, rohadtul zavar! Akkor lelépek, oké? Te azt hiszed, hogy engemet érdekel ez az egész színjátszózsi? Hogy hülye poénokon röpögjek a kis csökött Aliszka mellett. Ciki. És ugyanúgy cikis. Cikik vagytok. Ha engem lányoknak költöztetsz be, akkor egy kicsit több sminket kérek. Szandi? Igen. Semmi, nem csak. Ez lesz az ötödik éve nálad. Apát, hogy van? Apát, hogy van? Niki, mondjál valamit, milyen lesz az évad? Nagyon jó. Szexiódolás. Nagyon jó. De én most így nem áll. Jó, de nem áll. Szereted? Tessék! Nem megyem el meg téged. Mi között van hozzá? Szerelmes vagy belé. Semmi között hozzá, mondtam már! Hagyj engem békén, jó? Van elég baj mind is. Jó van. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Hát, sziasztok srácok. Gondolom, hallottátok, hogy el kell vállalni egy külföldi munkát. Nagyon hirtelen jött ez az egész. Hát nem így terveztem, de hát a felnőttek életet már ilyen tudjátok, hogy egyszer itt egyszer ott. De hát gondoltam, mégis elbocsúzom valahogy. Nem, nem. Aliz, el kell menni, de hogy olyan helyettem más, ugyanolyan jó lesz a színjátszó ügyetekkel. Én máshogy nem járok. Ó, oh, persze, Miki. Nagy harcos. Na. Sosem felejtelek el. Soha. Miért olyan különleges ez az év neked? Nekem? Mert már 7 éve leszek Attilánál. Milyen volt ez a 7 év? 7 év. Nekem nagyon jó. És sok embert megismerhettem föl, Attilát. Te, teletén, nagy különbség, mert egyedül nem megy? Egyedül lettem aki. Emlékszel, mikor az álmainkról beszélgetünk a jövőnkről? Ki, mi, bőlet? Mindenki azt mondta, lesz ház, a családja, autója, jó melója, ami most nincs. De ki mondta, hogy az útszélzásra az átkot, vagy baracskát tölti le a fél életét? Nem ez a jövő, a realitás! Ilyen szavakat tanultunk tőle! Ja, meg az álmodozás! Hogyan tudnál hinni magadban, ha nem ismered meg Attilát?
Szóval, ami tartan nekem szerepet a keri helyet, az nagyon jó nekem, és nagyon jó alasik. Könnyű játszani el. Mi van? Albin, visszanned a bérletemet? Mert? Mert a nagymamámhoz kell mennem. Ne menj! Menjen saját magának! De már vettem. Hé, Ati! Arra akarok térni, hogy Attila, a következőben nagyon bele fogunk húzni. Rúgunk kettőt? Rúgnál egy Albin. Persze, mert... Kelek, csapat ugye, Albin! Milyen csapat? Ez az. Milyen csapat? Álmodok! Mi van? Tamasza, hogy fogod érezni magad? Jól. És remélem, hogy ugyanezzel a társadalomba fogom. Én jövök a csapatommal. Találkozunk tavasszal is, rám számíthatok egy életen át. Találkozunk ott van színpad, és majd megmutatjuk mindenki, hogy mi itt a hegyhátosok. Remélem, hogy jövőre is jó színre volt találsz kertelen jövőre. Úgy szerintem adni fogok. Én tartani fogok. Ati! Formámat! Ati! Csókolom Attila bácsi! Krisztián, Misi? Hello. Gyere, Árpi! Ezért fontos, hogy így élek. Just a perfect day. Drink utolsó szereplésem, mert jövőre már más iskolába fogok járni, és így már nem fog tudni már vele menni, tehát örülök, hogy te lett a dráma szín tanárom. Nem, csak egy lenne. Könnyeket nem várhatsz el. Volt egyszer egy csapat. Talán ez is csak egy mese.